utóbbi három meccsén egy pontot gyűjtő Aquitál FC Csákvár vezetőedzője Tóth Balázs friss embereket vetett be a Gyirmót FC elleni hazai bajnokin. Körmendi Kevin és Baranyai Ádám is első alkalommal kezdett a szezonban. A vendégeknél visszatérő játékosokkal számolhatott Csertői Aurél, aki a DVTK elleni meccset kihagyó Medgyes Zoltánt és Helenbai Márkot is a kezdőbe jelölte. A mérkőzést a vendégek kezdték jobban a 7. percben az Aquitál FC elalvó védelme mellett, épp a visszatérő Medgyes Zoltán léphetett ki, majd Murka Benedek szorításában 16 méterről úgy lőtt a hosszú sarokba, hogy Auerbach Martin csak beleütni tudott a labdába. Az Aquitál FC nem lélegezhetett fel a 10. percben, egy újabb remek kiugratással Pető Bence lépett ki, emelését a kifutó Auerbach a hátával védte. A 13. percben aztán megduplázta előnyét a vendégcsapat, egy baloldali szabadrúgást Vaskó fejelt az égbe, a lehulló labdát pedig Polgár Kristóf okosan a hosszú sarokba bólintotta, a takarásban lévő Auerbach már nem érhetett oda időben a labdára. A félidő derekáig a vendégek fölénye megmaradt, onnantól egyre inkább ébredezni kezdett a túl nagy előnyt adó Aquitál. A legveszélyesebb hazai játékosnak Fejős Áron bizonyult, aki a 30. percben még fölélőtt, a 41-ben viszont kiválóan használta ki gazdag Vajk remek ütempasszát, a csákvári támadó a kimozduló hásfalvi fölött lőtt a gyirmóti kapuba. A 44. percben a vendégek közel jártak a 3. góljukhoz, ám a jobb oldalon megiramodó Szegi Vince a rövid saroknál a kapufát találta el, az ismétlés pedig elkerült a csákvári ketrecet. A 2. fél időben a hazaiak igyekeztek magasabb fokozatba kapcsolni az egyenlítés érdekében, de igazán nagy zicser sokáig nem alakult ki. A 68. percben Mészáros Lemek labdája után Janicki lábáról lopták le a labdát a gyirmóti védők, majd 3 perccel később a másik oldalon Medgyes lövését védte Auerbach. A 73. percben ismét Janickit lokkolták a vendégvédők, a 79. perc pedig elhozta az utolsó gyirmóti lehetőséget. Egy balról belőtt labda a cserekény lehetőséget kapó Soltész elé került, akinek lövését bravúrral védte a szöget jól záró Auerbach. Az Aquitálnak a hajrában még akadt két lehetősége. A 90. percben Vaskó fejesét vágta ki egy védő a hosszú sarkon érkező két hazai támadó elől, majd a 90. percben Janicki jobbról belőtt labdájáról maradt le középen Torvund és Fejős. A vége így maradt 1-2, a Gyirmót FC Győr győzni tudott Csákváron.